Walid, Szaúd-Arábiában egy emberi jogokkal foglalkozó jogász, sejthetitek, hogy milyen fényes élete lehet. Ő egyébként többek között Raif Badawinak is az ügyvédje, annak a Raif Badawinak, aki tavalyi esetünk, ő egy szaudi blogger, akinek a bűne az az, hogy elindított egy olyan blogot, ahol így az emberek társadalmi vitákat folytathattak. Őt először 600 korbácsütésre és pár év börtönre ítélték, fellebbezett párra tette volna, ugyanis 1000 korbácsütésre módosították az ítéletét, illetve 10 év börtönre, plusz rengeteg pénzbírságra, és egyébként 15 évig nem utazhat ki majd az országába, hogyha szabadul. Az ő felesége egyébként NSAF, a kanadai amnesztivel nyomul, ők kimenekültek Kanadába, Raifot pedig annyit sikerült elérni, az ő esetében sajnos nem sikerült valódi változást elérni, de vele annyit sikerült talán elérni, hogy péntekenként kellene megkorbácsolni, hogy 20-asával adagolják a korbácsütéseket. Én ebben amúgy nem gondoltam bele, hogy ugye megkorbácsolnak pénteken, az ima után, ugye jó hívőköz méltan. Majd ugye hát nyilván hegesedsz, hurkásodsz, és arra az ilyen még nyílt sebre kapod a következő 20-at, és ezt olyan 50 héten át. Szóval, hogy így elég durva, hát ez Szaúd-Arábia. És az ő ügyvéde, ő próbálta volna Raifot kiszabadítani az ő ügyvédjével, hát hasonló sors még pont nem vár, de ő neki annyi volt a bűne, hogy megpróbált emberek jogaival, védésével foglalkozni. Most őt is 15 év börtönre ítélték, és nyilván ilyenek is ilyenkor már benne vannak, hogy júniusban született meg a kisbabája, hát nyilván még nem is láthatta meg ilyenek, szóval ez így borzasztó, tényleg. Nagyon, nagyon durva dolgok történnek, de halljuk Csider István Zoltán szájából azt, hogy ő hogyan is interpretálta. Ő egyben az est utolsó fellépő, úgyhogy őt is fogadjátok még nagyon-nagyon nagy szeretettel. Ez egy levél. A politikai kékes. Bélyeget forintért vettem, mármint sok forintért. Király, neked írok. A címzett a két szent mecset őrzője, vagyis te, király. Salman bin Abdul Aziz Al Saud király. A király, ő felségének irodája, királyi bíróság Riyad. Szaúd-Arábiai királyság. Szóval, hello, király. A nevem csépé és rendet kell raknom. Kidobni mindent, minden feleslegest is. Tudod, a könyörület az nagyon csúnya hobbi, és még csak rendes klubja sincs, úgyhogy nem éri meg. Nem éri meg, király. A nevem Csépé, és képzeld, tegnap írtam egy slágert. Meghallgatod? Na, mutatom a refrén. Kezet a szívre, szívet a szájra, kezet a szája a festett tájra, szemet a szájra, kezet a kézbe, szívet a szájra, szívet a kézbe, király. Elismétlen. A nevem Csépé, és hidd el, az én slágerem nem hangos. Egy bomba, mint ha már csendben lenne eleve, olyan, mint a jövőképem, na éppen olyan, mint az Erzsébet tér a hújtól, olyan fekete. A három fehér csík a cipőn az, tudod, legalább négy fekete. Tudod így, 35 felé már semmi sem fehéren fekete, csak fekete. Mint a sátán senke, éppen olyan fekete. Vagy mint a sátán fekete sekén a kereszt, na olyan fekete. Ordítok, vagy sima nekem mindegy, tényleg. Simán csak ordítok, hogy hozz egy bordítót, és hogy ne legyünk már szaharul, na ígyunk, király. Ja, hogy te nem ihatsz? Szopó. Akkor hoz egy új nyálkahártyát, vagy hoz egy kis kávét, olyan feketét, mint Eszterházi iskolája kb. Itt ottlikos, mégis egybefüggő fekete, érted? Itt ottlikos. Ja, hogy nem érted? Ja, hogy nem érted, király? Nem jártál iskolába. Különben miért zavar, hogy majdnem minden sorom végén fekete neked? Mi bajod a feketével? Nem vagy elég fekete? Mondjam, hogy sajnálom? Nem, épp ellenkezőleg a fényes feketem attól, majd óvd a királynődet, vagy királynőidet. És hogy érdekes leszek-e attól, ha rám fényes szelek lőnek? Hát képzeld, király, nem. Legfőjebb, hogy elmegyek fekete csontba fekete velőnek, elmegyek fekete csontba fekete velőnek, elmegyek majd fekete velőnek, fekete csontba, a nevem Csépé, hazába szabad szó. Ami nem tud kiszínesedni, mégsem, ami mégis fekete rózsa, az eleje fekete merci, a hát a fekete volga, de már kilátok, tudod, király? Te meg be se látsz, meg ki se látsz, se belátásod. A kilátásaidról meg talán ne is beszéljünk. Aztán meg ki mondja meg, hogy Portásországban kinek mi a dolga, király? És ha már itt tartunk, felség, te mire mondtál legutóbb igent, amire amúgy nemet kellett volna? Áment ahelyett, hogy nem áll. Nem áll helyett egy áment.
Tudod, király, nem, tényleg csípé, és tegnap, mint látod, tényleg írtam egy slágert, én írok neked. És a második refrén előtt van egy ilyen kis bridge. És akkor itt a segítséget kérem szépen, király. I say amen, you say nem ám. Amen. 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 Ezek azt csinálnak velünk, amit akarnak már megint. Amen. Nem áll, hogy ezek már megint azt csinálnak velünk, amit akarnak, király. Te csinálsz azt velünk, amit akarsz, király. Sokan vagytok, király. Ezek tehetséges államférfiak, teljesen rendjén való, tehát, hogy kezünkben van a hazám, király. Ámen. Nem áll, hogy ezek államférfiak. Nem áll, hogy ez a tehetség. Nem áll, hogy ez a hazám. Ámen, nem áll. Ámen, nem áll. Hogy mi a kedvenc könyvem, király? Azt kérdezted a múltkor. Hát a nemzetek története. Hogy miért? A kidolgozott erős jellemek okán. Meg mert úgy lesz egyre egyenesebb a kasza. A terroristák istene béna, de a miénk az jó. A miénk az cool. Az egy cool isten. Szóval az isten az basza. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké, ámen. Na hát nem áll, hogy mindörökké, csak a tiéd legyen a dicsőség és hatalom, és ez a kurva ország, valamelyik kurva ország, édesapa, király, ne csináld már, a nevem J.P. Walid Al-Bu Al-Kair, Raif Badawi. És rendet kell raknom. Mindhármunknak rendet kell rakni, kidobni mindent, minden feleslegest is, a könyörület az nagyon csúnya hobbi, és még csak rendes klubja sincs, nem éri meg, király, ne csináld, ne könyörületes légy. Olvas. Kis európait. És ebben nincsen semmiféle kultúr vagy vallásgők. Csak olvas. Olvas engem például. A nevem J.P. A nevem Walid Abu Al-Kair. A nevem, mint már mondtam, Raif Badawi. És rendet kell raknom egyenként is. Kidobni mindent, ami eddig átvert. A nevem J.P. Ismétlem a nevem Walid Abu Al-Kair. A nevem Raif Badawi. És képzeld, király, tegnap tényleg írtam egy slágert. Neked ez még ma nem megy. Te erőből vagy jogos, én meg jobból vagyok erős, király. De ezt leszámítva persze ugyanaz vagyok, tényleg, mint te. Én is ugyanúgy szeretem a medbefőttet, a szar szemét, szar tévéműsorokat, engem is kb. 7 lány szeretett, és legalább kétszer ennyi már elhagyott. Csak én J.P. vagyok, én 176 centi, semmi hatalmam nincs, 7 fok alatt mindig taknyos az orrom. Az a csávó vagyok, tudod? Mikás az orra. A kedvencem Móri Zsigmond, Angelo Badalamenti, a rántott hús, nekem Federico García Lorca, de király. Utoljára mondom. Lassíts le. Én nem szeretek sírni, király. Nem szeretek sírni, kivált akkor nem, ha látnak, de ismered a refrént, kezdet a szívre, szívet a szájra. Kezdet a szívre, szívet a szájra, kezdet a szívre, szívet a szájra, ideje van a rendrakásnak, nálad is, király. Nem, nem küldtem még el ezt a levelet el. Elküldhetem ma ezt neki? Köszönöm szépen, sziasztok!